first team. Fruit cuts. It was all a dream. Bought an old whip when I was like 15. Thought it was fresh then, I was a fresh meme. What you mean, I got years to go. I swear my 97 Honda's like a miracle. I tell them fuck a speed limit, I never been timid. I'd rather ride around the town with these beautiful women and let them ride a shoddy while we doing donuts like a Krispy Kreme. Oh, you got a sugar rush, now you missing me? Go and tell your old boy that he history. No matter what he doing, better tell him not to visit me, cause my motto is to get it. So as long as we driving, it don't matter where we headed. She tell me I'm a bad motherfucker, cause bad motherfuckers do what they want, and we don't ever front. Yeah, your old man said I look suspicious. I am, you could tell him I'll be home for Christmas. Baby, baby, I just got one simple rule. So let's start with good intentions. Start with good intentions, love. Oh, got me crazy, don't you blame me for a fool. So let's start with good intentions, but I'll make an exception for you. Yeah, and I got a good memory. Your old dude's got the swag of a spelling bee. Damn, and I just wanna know your origin. Fuck it, I'm only playing like I was Bellamy. But this is hell to me if you believe in celibacy. But look so fine that I can't understand what you're selling me. To act like you love my quick talking. Baby, you can run, I'm already Chris walking. Ditch my old car for a brand new apartment. And I never lock the door cause I'm hoping that you're walking. But fuck it, she want me to Nicholas Spark it. Either way, I hit my target. She said that I'm a bad motherfucker, cause bad motherfuckers do what they want, and we don't ever front. Yeah, your old man said I look suspicious. I am, but at least I look good in pictures. Baby, I just got one simple rule. So let's start with good intentions. Start with good intentions, uh-oh. Got me crazy, don't you blame me for a fool. So let's start with good intentions, but I'll make an exception for you. Girls in the club right now, they just wanna turn you down. Go and tell them fuck that shit. Fuck that shit, oh. Guys in the club right now, only tryna buy you rounds. Go and tell them fuck that shit. She be coming home with this, oh. Baby, I just got one simple rule. So let's start with good intentions. Start with good intentions, oh. Got me crazy, don't you blame me for a fool. So let's start with good intentions, but I'll make an exception for you. Just got one simple rule. So let's start with good intentions. Start with good intentions. Got me crazy, don't you blame me for a fool. So let's start with good intentions, but I'll make an exception for you. Hi, can I talk to Teresa? Oh, this is her mom? Oh, you Mother Teresa? Oh, I like that. Don't you tell me that it's alright, because I'm anticipating a long night. Man, I've been up so damn early that I'm sleepwalking. Now my eyes are looking like Macaulay Calkins, while she roll around the city like I'm Steve Hawkins. These bitches walk a flock to us here when we walk in. They wanna act like it's a big deal. Ron Burgundy, I'm underground but I'm popping up commercially. I keep it buzzing like I'm a fucking worker bee. So I'ma need a couple G's if you want a verse of me. So let me take your paycheck. Now you gotta find another way to pay rent. Your life sucks like the Ravens. You ain't been on a date yet. I take your girl to dinner then go home and have some great sex. Yeah, this gon' be a long night. I guarantee it, we probably gon' see the sunlight. Before our eyes wide shut, I'ma make a couple bucks and a couple hundred drinks. We about to turn it up like, don't you tell me that it's alright, because I'm anticipating a long night. Ooh-oh, grab a Corona and pass out in the tub. And when I wake up, everything will be alright, alright. Yeah, I keep on running till I'm ready.
red up in the face. Had a party at the crib, everyone was hella grateful. Wait a minute, got a bedroom full of strangers. I ain't talking Danny Granger, but I'm running out of Pacers. I mean patience, nah, nothing can faze us. I know you say your name, but my mom was on vacation. Can't track that down, too many chasers. I can't pack that crowd, too many lamesters. So let's just kick it in the back of my apartment or at Madison Square Garden. We could go and watch the Rangers. Central Park, or we could go until it's dark. And when somebody try to stalk you, I just keep you out of danger. Just come to the crib, just hop in the Benz first. I'm after the cat, but I don't mean Cheshire. Shout out to Pat, he look like a Hemsworth. I'm kicking it with Chance, so baby, don't say the N-word. Don't you tell me that it's alright, because I'm anticipating a long night. Whoa, grab a Corona and pass out in the tub. And when I wake up, everything will be alright. The rapper? Alright. Action L's in a hotel sink. Management swears that the hotel stink. Whole time I'm yelling, hold up, while the doorbell rings. With old coke glistening on my nose, it ring. Niggas just trying to function till a nigga can't function. And the weed so pungent that I probably won't punch it. Imported in bunches and they acting and punting. Put the rock in the appendix and pin and I'm acting a hundred. And I turn up, turn up, turn up. Get high, burn up, burn up, burn up. I'm fucked up and she's fucked up and we not gon' remember the night. So let's fuck in a Wendy's bathroom, get frosty, forget the Sprite. Don't you tell me that it's alright, because I'm anticipating a long night. Whoa, grab a Corona and pass out in the tub. And when I wake up, everything will be alright, alright. Sziasztok, itt Szindekő Headquarters, és visszatértem a Pokémon Red Adventures végigjátszással. Ahogy a rész elején a szintezésből láthatjátok, mindenkit szinteztem, 36-os, 37-es szintekre, kivéve Snorlax-et, 35-ös, és most azt hiszem Snorlax-en van a XP share, talán, vagy Eevee-n. Nem tudom igazából, annyit tudok, hogy most ebben a részben nyomorék rakéta csapatot fogjuk lenyomni. Jó. Itten Blue el fogja intézni a többieket. Veletek? Ah, veled tudok harcolni, jó. Mindegy, nekem igazából. Ó, és ez nagyobb, ez pont jó. Nekem ez a matchup. Ez van shot, ez van shot. Úgy van, Solar Beam-mel. Eevee-n van akkor ezek szerint most a... az XP osztó. Saurus-on meg... hogy hívják ezt? Lucky Egg. De most ettől meghal, nem hal meg. Hú. Kimakkoltam, viszont én azt akarom, hogy ő nyerje meg ezt a csatát, szóval... van Hyperpotin? Ah, van. Protect az úgy nem működik ezen a fronton. Most free damage-et be tudunk vinni Razor Leaf-vel. Oh, egész sok ez. Spike Cannon, de miért ilyenekkel támad, amikor van neki Aurora Beam, ami ugye felét lekapná. Na jó, igazából nekem mindegy, tehát ő hülye valójában. Razor Leaf talán meg is elég, úgy van. Most Saurus-t akarom fejleszteni, mert végre át akarom alakítani. Hatalmas vita kerekedett így kommentekben, hogy mikor is alakul át. Nem tudom, alapból tényleg 34-esen már Venusaur lenne, most látjátok 36-os, és még akkor se. Szóval szerintem lehet, hogy ez történetfüggő, vagy mikor alakul át. Ugye itt van a gym. Van egy harcos gym. Szóval be tudok lépni. Aha. Jó. Akkor nézzük meg, mit tud ez a harcos gym. Akkor ezt is lenyomjuk. Hitmonlee-kkel van teli. Ezt látom. Oh, és missel a High Jump Kick, de szomorú neki.
Hát ez neki nagyon rossz lehet most. Azt hittem már megint misszem, az durva lett volna már. Jó, Forsyth, remélem betál a részérlép, aztán itt van itt, ciao. Igen, akkor valószínűleg, hát mindig le lehet nyomni ezt a dojo-t. Itt mond Chan. Chan? Ice Punch, az nem jó. Ice Punchnak nem örülök, hogy van neki. Az a baj, hogy Team nagyon gyenge a harcos ellen amúgy. Hát ha most nem Ice Punch-sal támad. Thunder Punch, az azért sokkal jobban bírom. És Razor Leaf. A Focus Energy-t azt nem szabad hagyni. Megnő most a kritikus esélye. Szerintem gyorsabb vagyok. De nem. És még besétett kritikus, de miért Thunder Punch? Tehát ezt nem értem. Néha olyan nyomorék ez a játék. Ez a rész, én nem akarom ilyen nagyon hosszúra, és Eevee megtanulja a Wish-t. Ez nagyon durván jöhet. Szerintem a Double Edge helyre, mert a Charmot meg akarom hagyni, hát hogyha lehet belőle Sylveon igazából. Uri. De a Double Edge meg nagyon erős, szóval nem akarok Sylveont. Vagy Glission, vagy Espeon. Espeonnal akarom, Glissionnal át tudnám. Fene se tudja, hogy a legjobb. Igazából nem tudom, hogy itt ez a Fighting Dojo itt most mit csinál itt a történettel. Valójában nekem mindegy is. Igazából ezzel a Lead Seed Razor Leaf kombóval mindenkit el tudok intézni. Nagyon durván nehéz volt szintezni, olyan alacsony szinten vannak az ilyen közúti pokémonok, tehát amit így a vadonban lehet találni. Nagyon durván alacsony szinten vannak, és nem lehet sehova se haladni. Na Lapras, Slurping. Na Perissong, hanyagoljuk már. Remélem megöli. Úgy van. Most ott le kell cserélnem Sauruszt. Szerencsére Likitangra nagyon ott van Poli. Ez a Perissong, elmondom, azt csinálja, hogy aki meghallja, a játékon a pályán van. Amikor ez a Perissong megszólal, három kör múlva, hogyha nem cserélik le, meg akár hogy max HP-ja is van, meghal, kész, ennyi. Erre jó. Akkor, hogyha az ellenfek utolsó pokémonja van, benyomod egy Perissongot, három körön belül vége. Két protect, aztán csoki. Ennyi, ennyi vele úgymond a taktika, tehát igazából taktika nincs benne. Jó, Prime Paper Ridge-el támadott. Meg Assurance, ezek... Assurance ez egy kicsit sokat vitt, de amúgy annyira nem vészes. Swagger, nem szeretem, nagyon nem szeretem, én tuti magamat ütöm. Oké, okay, inkább azt csinálom, hogy gyógyítom magamat szuperpotival. Tehát, mint látjátok, van ilyen Ice Stone-unk amúgy, és ez az Ice Stone, ez jó arra, hogy Glissionnál alakítsam át a mi kis Eevee-nket. Ezt elmondom, tehát az jó arra. Viszont ugye Espeon lett megszavazva, ezért inkább Espeont szeretnék. Hú, de jó, hogy őt ütöttem, meg el is felejtettem a Confused-t. És akkor egyetlen egy emberke van, nem tudok. Erik. Hogy képzeld azt, hogy megsíríted a követőimet? Oké. Okay. Nem eléggé rossz, hogy már megfosztottak minket a hivatalos gym-től? Hogy mi legyünk a hivatalos gym Sáfránvárosban? Miről beszélsz? Biztos Sabrina küldött téged ide, hogy lemészárolj minket, vagy hát nem lemészárolj, hanem hogy legyőz minket. Aha, igen, Sabrina. Most jöttem rá, hogy Sabrina a Sáfrányvárosnak is a gym leadere. Hehehe.
Oké, szóval ő itt a gym leader igazából. Ez engem nagyon nem hat meg. Most tuti high jump kickkel fog jönni, ez biztos. Igazából nekem mindenki belehalna ebbe a high jump kickbe. Szóval azt sem, hogy próbálom max HP-re tenni. Így csak a felét viszi le, az nem is olyan vészes amúgy. Megint jöhetsz a Mind Reader-rel. Most force-szákkal próbálkozol. Viszont így meghalsz. Jó, az első Hitmonlee viszonylag könnyedén el van intézve. Jöhet Hitmonchan. Ő is kap egy Lead Seedet. Lead Seedet mindenkinek adok, Ice Punch az megöl. Nem ölt meg. Viszont itt most le fogom cserélni. Lecserélem, kire cseréljem? Snorlaxre. Snorlax ezeket a Thunder Punchokat meg ezeket talán ő bírja legjobban. Tudom, hogy a harcos támadást az biztos, hogy nem ő fogja legjobban bírni, viszont akár el tudjuk altatni. És azért az se lenne utolsó, ha sikerülne elaltatni ezt a kis Hitmonchant. És így, hogy Leftovers, meg Leech Seed. Fire Punch az nem, mert azt hiszem Tickfett képessége van, szóval most Hitmonchan el fog aludni, miközben nekem maxon van a támadásom. És ezért ilyenkor simán belefér a... hogy hívják ezt? Hyper Potion. Simán belefér. Úgyis még alszik. Még egy... hát most a következő körben lehet, hogy föl kell. De nem hiszem. És ezért te kölel megtámadjuk, azt jól van. És most már sok, ő is a tackle-nek áldozata lehet. És igen, mert valami Revenge-el támadott meg minket szerintem. És Prime-é assuran, szóval nincsen harcos típusú mozdulatuk. És ez viszont szomorú. Snorlax, meglátjátok Bellydrummal milyen durva. Aha. Puncher és kicker. Ja igen, tényleg hallottam erről a dojo-ról. Jól vannak, nyugi. Ez a gym volt régen a hivatalos gymje a Sáfrány városnak. Egészen addig, amíg az a pszichotípusú kurva el nem szedte előlem ezt a címet. Jó, tehát rendben. Ez mi? Ja, kaptam egy tájrógot. Az ugye átalakulhat. Hitmon Leevee, Hitmon Chenny, illetve Hitmon Toppá. Az jó, bármi lehet belőle. Talán Hitmon Toppnak örülnék a legjobban. Vagy Hitmon Leevee-nek. Igazából ezek közül mind majdnem... Tehát mind jó, nem a legjobb, mind jó, és mind másra jó. Valójában. Ugye, még a Pokémon Ligában is ugyanabba a tierbe kerültek, nyilván nem véletlen. Próbálok minél több ilyen külső rakéta csapattagot lenyomni, és akkor a következő részben lesz majd az az igazi jó kis abálós rész, amikor majd gondolom ebbe a Sivsko épületébe kéne lenyomni rakéta csapattagokat. Bazeg, tök durván ütött ez a Rock Blast. Ezért akarom, hogy átalakuljon Saurus, mert hogy jobb legyen egy kicsit a védelme. Mert, mint ahogy látjátok, Green is nagyba harcol. Pont legyőzte. Oké. Okay. Nem igaz. És ő velünk is harcol még egyet. És ez nagyon nem jó matchup. Most... Saurusnak. Na viszont mond Pikachu. Ja, Pikachu megtanultam ugye a Discharge-ot, csak mondom. Fake Out az azért kell, hogy biztos gyorsabb legyek ennél a kisköcsök Firónál, és nem vagyok nála gyorsabb, hihetetlen. Jó, hát mert Agility azt tudom, hogy oda azért számít, de azért arra gondoltam, hogy Pikachu azért csak már. Jó, eléggé gyorsan elintéztük őt. Oké, most már tudok ide teleportálni is. Ezt is megtudtam. És... most már csak meg akarom keresni Green-t vagy Blue-t.
ők itten a szakértők. Előtte még gyors egy Pocket Center. Az egy kedves nőrcső igazából, hogy ő itt működésben van, de szerintem őt így a Team Rocket fizeti meg, mert Rocket a csapattagoknak is biztos híreli, tehát ez így működik. Ide nem tudok bejönni, ide sem tudok bejönni, aha most csak rá kéne jönni, hogy tudok bemenni ide. Bemegyek a Pokémárba, mert mi volt a összeköttetés van köztük. De nagyon úgy néz ki, hogy nincs. Akkor még egy dolgot tudok elképzelni, hogyha a gymen keresztül megyek be. De ez egy full üres helynek tűnik nekem. A nem, ott az a labda. Amúgy most csak random nyomogatom, tehát... Akkor ide. Nem, egyik sem, na nézzük. Most nem figyeltem még meg, hogy mi hova visz. Jó, itt vagyok középen, menjünk ebbe. Ez idehoz, ez. Egyel följebb hozott. Ez, lehoz a legalsóba, ez. Ez idehoz, rendben. Jó, ez megint behozott középre. Ez egyel följebb vitt. Oké, ez. Ez átvitt a másik oldalra, király. Szerintem akkor menjünk egyel följebb, itt nézzük végig. Ez behoz középre. Ez átvisz a másik oldalra. Ha, és ezt hozott be, király. Jött, csak megszereztük a TM29 Psychicot, így most már még jobb lenne, hogyha lenne espionunk. Várjunk. Nem tudunk itt visszamenni? Úristenem. Most már csak vissza kéne találnunk. Oda. Nem. Ez. Nem. Ez. Ah! Valahogy éreztem, hogy ott lesz. Jó, akkor megtaláltuk még a Psychicot is. Te mit csinálsz? No one campus. Aha! Ez hol van ez a 9-es út? Nem rémlik, de van itt valami. Here. Oké. Furi itt, hogy nem tudunk nagyon semmit se... Ah, van itt egy miau, azt szerintem valami küldi. Nem akarok itt csatázni senkivel. Sáfrány városba akarom megoldani a dolgokat. Nem akarok eljönni éjszaknak, viszont nem tudok bemenni a Sylph's Cove épületébe. Ha. Mert ő is, hogy törődj a magad dolgával. Igen. Jó, lehet, hogy itten Green-nel kellett volna beszéljek. Aki igazából Blue, de mindegy. Micsoda, már bent van, oké, Green már bejutott. Oké, találnom kéne Fresh Water-t ahhoz, hogy bejussak. Először megnézem a Pokémart-ba. És hogyha itt nincs, akkor ahol szerintem biztos van, az a Celadon City ilyen store. Szóval megyünk Celadon City-be. És itt van ez a nagy bót. És a küldetésünk ott fog befejeződni erre a részre, hogy szerzünk a fresh dolgot. Öte. Így ezért gyorsan valljuk be. Itt megyünk még egyet föl, és itt van fresh water. Ah, lehet így venni belőle. Ú, de jó. Ha veszek 5 fresh water-t, limonádé nagyon megéri, szóval abból veszek 30-at.
az ugye 80 HP-t tölt vissza, múmiek meg 100-at tölt vissza, és abból is veszek 30-at, mert ezek érik meg a legjobban a múlt. Tehát ez jobb, mint bármilyen Hyper Potion, meg ilyenek. First floor. Oké, most már van fresh waterünk 5, nem tudom mennyi kell Blue-nak, hogy végrehajtsa ezt a beszivárgós tervét igazából. Remélem minél kevesebb. Basszus, erre kell menni. Mindig eltéltek, olyan összetett ez a Celadon City. Abrá! Igen. Szeretnék elmenni Sáfrány városba. Köszönöm, hogy elteleportáltál ide. És Blue meghoztam. Mert hogy szomjas volt ez a kis ízés, hoztunk neki vizet. Aha. Ha! Mégsem... Köcsög Blue nem engedi meg, hogy vele bemenjek. Na. Nem tudok bejutni, tehát... Bejutattam Blue-t, viszont én magam nem tudtam bejutni. Érdekes. Ha. Hogy jutok be a szívszkóba? Aha, itt van. Megvan kicsi Blue. Vagy Green. Gyere. Végre megtaláltalak, oké. Szóval te vagy a felelős, aki erre volta a nagy papit. Aha. Micsoda? Vagy később még elintézlek. Nem veszíthetek több időt számolni. Találkozunk a CFSCO épületénél. Elintézem az őrt. Oké. Tehát ő valószínűleg elintézi az őrt, és be tudunk menni végre a CFSCO-ba. Aztán ez egy eléggé fancy kis épület. Biztos, hogy ez a rakéta csapatnak a főhadiszállása? Igen. Most már ne pazaroljuk az időt. Oké, hol van mindenki amúgy? Tök mindegy, haladjunk. Jó, haladjunk. Következő részben lenyomjuk a rakéta csapatot, addig is Szindakvill és az erő legyen veletek. Sziasztok!